Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal nem szokványos módon kötünk tetszetős mintát. Az ismétlődő mintaegység két szem, és ehhez csak a szélszemeket kell hozzáadnunk oda visszakötésnél. Magasságban négy sort kötünk. Ezt a darabot 28 szemen kötöttem, együtt 14 szemmel indulunk majd. 14 szem van a tűn, indulunk az első sorral. Az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor tehát, szélszem. Egy sima, egy fordított. Ez egy két szemből álló mintaegység, ezt ismételjük. Egy sima, egy fordított. Egy sima, egy fordított. Szélszem. Második sor a visszájön, szélszem. Fedetten kötünk, de a sima szemet egy sorral lejjebb szúrva kötjük. Ide szúrunk, a sima szem alá egy sorral lejjebb, innen húzunk fel egy sima szemet, majd egy fordított. Ezt ismételjük. Egy sima, egy sorral lejjebbről, ide. Egy fordított. Egy sima, egy sorral lejjebbről. Egy fordított. Egy sima, egy sorral lejjebbről. Egy fordított. Szélszem. Harmadik sor, szélszem. Két szemet hátsó szálból simán összekötünk. Ez a nyugati klasszikus kötőknek csavart szemet jelent majd. Majd a bal tűvel beleszúrunk az első szembe, és ezt hátsó szálból simán kötjük. Ez egy két szemből álló mintaegység, ezt ismételjük. Két szemet hátsó szálból simán összekötünk, majd az első szembe szúrva a bal tűt, azt hátsó szálból simán kötjük. Két szemet hátsó szálból simán összekötünk, és az első szemet hátsó szálból simán kötjük. Szélszem. Negyedik sor a visszájön, szélszem, végig fordított. Szélszem. Ezzel a négy sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük.
Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok, hiszen ebből tudom, hogy milyen jellegű videókat néztek szívesen. Köszönöm szépen, ha megosztjátok ezeket ismerőseitekkel, esetleg más közösségi felületeken, kötéssel foglalkozó csoportokban. Ha a feliratkozás melletti kis harangra kattintotok, értesítést kaptok a legújabban megjelenő videókról. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!